Őszinte. Naprakész. Hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Jó estét kívánok, Háttérkép, Boros Imrével, Bogár Lászlóval. Jó estét, drága urak! Szintén tematikus adás zajlik, témánk pedig a mesterséges intelligencia. Ugye ezt az ember így kimondja, akkor a széles néptömegek jelentős részében a science fiction világa és csillagok háborúja idéződik meg. Lássuk be, 10 emberből 8 szerintem nem hallotta már magát a fogalmat, a kifejezést, de hogy valójában itt miről is beszélünk, arról szerintem nem nagyon van fogalma. Még hogyha valaki nagyon vájtfülűnek gondolja magát, az esetleg, nem tudom, robottechnikát említ a fogalom hallatán, robotizáció. Esetleg vannak, akik még odáig eljutnak, hogy a mesterséges intelligencia az nagyon komoly kihívást jelent a munkaerőpiac szempontjából, és hogy mi lesz a munkahelyekkel, amelyek már így is eléggé veszélyben vannak, stb. Stb. Nagyjából ez az a keret, amin belül szerintem ma társadalmi szinten és társadalmi méretekben a mesterséges intelligencia kapcsán egyáltalán elgondolkodnak azok, akik elgondolkoznak. De valójában mi ez a mesterséges intelligencia? Azt szeretném, hogyha ezen az előttünk álló 40 percben erről próbálnánk megbeszélni, és persze valójában tényleg arról is, hogy milyen hatása és következménye lehet vagy lesz a társadalmakra ennek. Ugye, aki járt oskolába, mondjuk az én generációm, nekünk ugye nagyjából azt tanították meg már 5. általános iskolába, és aztán gimnáziumba újra, hogy voltak ilyen tételmondatok, ez még ugye a marxi történelem felfogás tételmondatai, ugye a munka emelte ki az embert az állatvilágból. És akkor ezt kicsit finomítva és cizellálva az eszközhasználat, ami megkülönböztet bennünket szintúgy az állatvilágból, ugye ezáltal emelkedünk ki, mert az én időmben ezt még nem tanították, ma már ezt hozzáteszik, hogy persze vannak állatfajok, amelyek szintén használnak eszközöket eseti jelleggel, de a rendszeres, állandó eszközhasználat, mint olyan, az kizárólag a homo sapiens sajátja, és ezzel az eszközhasználattal vette kezdetét, ami kiemelkedésünk, fogalmazunk úgy, hogy kicsit tágabb vagy szélesebb értelemben nem az állatvilágból, hanem a biológiai szférából. És aztán ugye a marxizmus, mint filozófiai irányzat például ugye arról beszél, hogy az embernek, a homo sapiensnek nem is a biológiai determináltsága a meghatározó, vagyis mi elhagyjuk a bioszférát, és az ember nembeli lényege az a társadalom. Ugye társadalmat hozunk létre. És a társadalomban is a munkamegosztás az, ami egy alapvetően meghatározó, fontosságú és döntő dolog. Na most, hogyha mindezeket a részszeletkéket, meg részigazságokat egymás mellé tesszük, és akkor persze most hosszan beszélhetnénk a másik, az idealista világfelfogásról és világmagyarázatról, de mindenképpen mindegyiknek valahol közös eredője az, hogy a munka, a munkavégzés, az emberi eszközhasználat, az emberi értelem, az mindenképpen meghatározó, bármely világnézethez is fordulunk. És ez valószínűleg igaz is. Ugyanakkor talán most jut el az emberiség oda, hogy, és akkor innentől érdemes talán elkezdeni beszélgetni a mesterséges intelligenciáról, meg arról, hogy egyáltalán az mi. Tehát most jutottunk el talán oda a fejlődésben, hogy föltegyük azt a kérdést, hogy tényleg biztos-e, hogy jó nekünk a fejlődés ilyen iránya és ilyen szintje. Jó ez, szebbé, könnyebbé, boldogabbá teszi-e az életünket, akár egyénként, akár társadalomként a fejlődés, vagy most elértünk egy válaszúthoz, és el kell azon töprengenünk, hogy nem fog ez az egész visszaütni és a nyakunkba szakadni, vagy ahogy múltkor már Bogár Laci idézte, akkor idézzük ide második János Pál pápa váteszi szavait, hogy az élet civilizációjából, kultúrájából nem lesz-e a halál civilizációja. És ennek vajon, ennek a dilemmának, és egyszer mint dihotómiának része-e, és ha igen, akkor mennyiben a mesterséges intelligencia maga? Ki kezdi? Igen, azzal lehetne talán indítani, hogy, és itt én személyesen is szeretnék elnézést kérni a tisztelt tévénézőktől, a kérdés nagyon elvontnak, én kezdeményeztem mindezt, a kérdés elsőre nagyon elvontnak, hogy más nem mondjuk, akár unalmasnak is tűnhet fel. De van két mozzanat, részben te is említetted, és én elsősorban erre szeretném ráirányítani a figyelmet, talán erről kellene leginkább beszélnünk, ami nagyon is konkréttá teszi ezt az egész kérdéskört. Az egyik, ami egészen konkrétan érzékelhető, hogy a rohamos gyors, az embernek a géppel való helyettesítése, egyre komplexebb gépi berendezésekkel való helyettesítése totálisan átrendezi azt a valamit, ami az embernek a munkához való világa, amit a hétköznapi nyelven foglalkoztatási rendszernek szoktunk nevezni. Talán érdemes arra gondolni, hogy ma közel most már 8 milliárd ember él a Földön, de az ipari munkások száma már 700 millió alatt van, tehát még tized annyi ember se kell ahhoz, hogy az egész világot ellássa iparcikkekkel, de ha már ma is mindegyikük a ma elérhető legmagasabb technológiai színvonalon termelne, akkor mindössze 50 millió. És ez legyen azért intőjel mindnyájunk számára, hogy 8 milliárd ember minden iparcikk szükségletét 50 millió ipari munkás is elő tudná állítani. Viszont innentől kezdve a 21. századra felmerül az a megint csak sötét science fictionbe illő kérdés, hogy jó, de akkor mi szükség van emberiségre, tehetik fel a kép. Már pusztán közgazdasági logikával a világ urai, hogyha rohamosan csökken azoknak az emberek száma, akik akár 10 milliárd ember számára. Jó, de akkor minek ez az egész? Tehát lassan az embernek géppel való helyettesítése olyan rohamos gyorsasággal megy előre, és akkor itt hivatkoznék arra, hogy ma is még él, 89 éves talán, egy Moore nevű amerikai kutató, aki még a 70-es években, sőt 60-as évek végén fogalmazta meg azt, hogy nem csak egyszerűen exponenciális gyorsasággal növekszik a teljesítménye, elsősorban a szabályozás technikának, mert itt nagyon fontos az informatikával, kibernetikával, tehát a vezérlés, a szabályozási rendszerek elmúlt 50 évben lezajlott folyamataival, az emberiség számára, a gépépítő, az eszközépítő emberiség számára egy egészen új korszak kezdődött el. Tudnélik, ezekkel a rohamosan növekvő teljesítményű gépezetekkel olyan rendkívül bonyolult dolgokba is be tud avatkozni az ember, mint a gén. Ugye a genetikát nem is említetted. Azért tudunk beavatkozni a genetikába, mert azt nem is tudjuk felfogni, 10-30-on számú műveletet kell elvégezni a gépeknek, mert olyan bonyolultságúak azok a molekulák, hogy megértsük ezeknek a molekulák. Tehát a genetika az valójában döntően szabályozás technikára épül. A számítógépek ilyen elképesztő mértékű teljesítmény növekedése nélkül maga a genetika értelemszerűen nem is létezik, mármint a géntechnika, tehát hogy abba beavatkozz, hiszen nem tudnád feltárni, olyan bonyolultságú a rendszer. Három döntő fontosságú mozzanat van, és ez a dolog másik oldala, adom már is tovább a szót, az egyik egyszerűen a foglalkoztatás. Tehát nincs válasz arra, hogyha a szó szoros értelmében a gépek minden eddiginél gyorsabban elveszik az ember elől a munkát, akkor az emberiség nagy részével mi fog történni? Hát persze mondhatnánk azt, hogy nagyon jó, mert akkor a gépek előállítanak mindent, és akkor az emberiség számára... Mi megyünk nyaralni. Mi meg csak lehet lazítani. Igen, mi? Csak egyelőre számos jel utal arra, hogy nem egészen ez történik, mert a globális tőke azt mondja, hogy akkor úgy jártál viszontlátásra, hát akkor felesleges vagy, azt akkor csinálj magaddal, amit akarsz. Tehát egyáltalán nem az történik, mint amire mondjuk ezen a téren számítanánk. A másik dolog, hogy iszonyú fenyegetéseket jelenít meg az az összefüggés, hogy abban azon a három területen, ugye az egyiket, a robotikát említetted, de van még másik kettő, az egyiket már mondtam, ez a génekbe való, tehát a genetikai beavatkozás, a másik pedig a nanotechnika, ami azt jelenti, hogy molekuláris léptékű gépeket tudnak már létrehozni. Olyan gépeket, molekuláris szintű, tehát még egy vírusnál is kisebb gépek milliárdjait vagy trillióit lehet legyártani, és vezérelni, hogy a biológiai testekben, akár az emberi testben is olyan feladatokat hajtson végre, és akkor nem is folytatom, szóval innentől kezdve, tehát genetika, ez a nanotechnológia, illetve a távvezérléssel, horribiledictú, hogy ráirányítsam erre a figyelmet, mondjuk távvezérléssel 10 000 kilométerről egyetlen pillanat alatt be tudok avatkozni egy atomerőmű működésébe, és mondjuk kevésbé barátságos szándékaim vannak egy 10 000 kilométerrel odébb működő atomerőművel kapcsolatban, aztán nem kell folytatnom mindezt. Tehát egyrészt a foglalkoztatás terén van globálisan iszonyatos fenyegetés, ami abszolút hétköznapivá teszi ezt a látszólag elvont kérdést. A másik, hogy olyan technológiai rendszerek kifejlesztése zajlik, ráadásul legyünk őszinték minden ellenőrzés nélkül. Tehát az emberiség 99,99%-ának abszolút fogalma sincs, hogy azokban a titkos laboratóriumokban 100 milliárd dolláros, nem feltétlenül gonosz szándékból titkos, hanem azért, mert verseny is van a különböző hatalmi tényezők között, és horribiledictú nem lehet ellenőrizni azt, hogy ki mikor akarja majd fegyverként használni. Erősen megkérdőjelezi egyetlen, hogy lehetséges a jövő így. Igen, Imre? Én az egészet, ezt a mesterséges intelligencia ügyét inkább szeretném belerakni abba a technoevolúciós fejlődési sorozatba, amiben bent vagyunk, és ami úgy tűnik felgyorsulni látszik. Elmondtad itt a bevezetőben nagyon helyesen, hogy az embert az eszközhasználat emelte ki, majd az ember maga egyre bonyolultabb eszközöket agyalt ki, az élete egyszerűbbé tételére, abba beletartozott sajnos a másiknak az elpusztítása is. Sőt, általában ezek az eszközök először ilyen célból jöttek létre. Tudjuk, hogy a technikai fejlődés első számú mozgatórugója a hadíj. Na most... Mindig is az volt. Így van. Tehát most eljutottunk egy olyan szintre, amikor az eszköz, hát nem tudom, hogy merem azt mondani ezt követően rá, hogy az eszköz. Hogy az egyszerűen egy sima eszköz, mert ha intelligenciáról van szó, és ezt abba az értelemben használjuk, amilyen értelemben az emberek használják általában, akkor ez már nem egy egyszerű eszköz, hiszen önmozgásra képes, nem csak azt tudja majd megtenni, amit te az elkészítője óhajtasz, hanem esetleg, na és itt van a komoly gond, hogy vajon eljutunk-e arra a szintre, amikor ezek az eszközök, azok majd önálló életre kelnek, kvázi, hát most mondom azt, hogy lesz önálló tudatuk. Hát ha intelligencia, akkor kell, na ez itt a kérdés, hogy eljutunk-e, vagyunk-e már ott, kutattak-e ebbe az ügybe, vagy mi a bánat. Na most, hát mit tette ezt lehetővé az ilyen iszonyú gyors fejlődést? Én úgy gondolom, hogy alapvetően a számítástechnika volt ennek az alapja. Mert korábban, mit tudom, egy Newton, még ez az kísérletezgetett, ott a szórakozgatott, egy kísérlet, leírogatta, aludt rá egyet, megevette egy almát, és itt tovább, majd a végén valamit fölfedezett. Ma már nem így megy, hanem bizonyos sejtést, mert a tudós csapat úgy gondolja, hogy valami így van, ráindít egy egyenletrendszert, a a számítógép végez másodpercenként, a jó így tudja hány darab műveletet, és a végén elég pontosan, pontosabban, mint hogyha ezt az ember akár 5 évszázad alatt végig számolná, kihozza a végeredményt. Na és ez minden egyes olyan területen, ahol eredményt akarnak elérni, beindult. Ez teszi lehetővé azt, hogy aztán ezeknek a számításoknak a végeredményben ezek a fantasztikus eszközök, mert végül is eszközök, hát egy ilyen, hogy mondja, mikrosebészi berendezés, és az még egy eszköz. Ott még emögött ott ül az orvos, akár ott helyszínen, vagy képernyőn nézegeti, hogy mi a helyzet a pacákkal, rendesen le van szíjazva, ugye, megoperálja kvázi, tehát képtelen dolgok. Vagy most már ott tartunk, hogy sejtmélységig be tud menni, ugye? Vagy génmélységig be tud menni, molekuláris szintig, de ez még mindig eszköz. Tehát a nagy váltás ott van, és ott van az én dilemmám, hogy vajon elére ez a dolog olyan szintet, hogy az intelligencia szó már nem vonható meg a mesterséges valamitől, mert ugyanolyan rangú, mint amit az ember az egyszerű eszközhasználat fejlődése kapcsán magából kiír le. No. Na ez itt a kérdés, Laci. Tanult barátom, mi erről a véleményed? Kurzweil nevű, egyébként osztrák származású amerikai kutató műve az alapmű ezen a téren. Ő Moore, az előbb említett Moore, szintén amerikai kutató 60-as becslése itt felhasználva arra hívja fel a figyelmet, hogyha 1950 óta ez a vezérléstechnika, mert valójában erről van szó, tehát mondjuk ki az információ dolog lényege, tudniillik, ezekben a hihetetlen bonyolult molekulákban, illetve molekuláris szintű gépeknek a szerkesztésében olyan tömegű elemzést kell, matematikai elemzést kell véghez vinni, ami ezek nélkül a rohamosan, teljesítményüket rohamosan növelni képes gépek nélkül teljesen elképzelhetetlen volna. Tehát azt mondom, hogy 50 év alatt, tehát 1950-től 2000-ig, 10 a 22-en, vagy 24-en, tehát egy kvadrilliószor, milliószor, viszont négyszer kell a milliót megszorozni magával, növekedett ezeknek a gépeknek a teljesítménye, gyorsasága, és ráadásul pontosak. Ennek a következménye az, hogy olyan folyamatokba is be tudsz avatkozni, tehát az élet legmélyebb, eddig rejtve maradó, igen, rejtetten maradó folyamatokba is be tudsz aktívan avatkozni, ami eddig tökéletesen elképzelhetetlen volt. Ráadásul az is kiderülni látszik, és 50 év azért elég hosszú idő, hogy nem egyszerűen csak exponencialitásról van szó, vagyis hogy ugyanolyan százalék, már az is éppen elég megdöbbentő volna, hanem ráadásul még gyorsul is. Tehát a növekedés üteme is gyorsul, aminek az a következménye is, itt ez a bűvös szó, ami mozgatja az ezzel foglalkozókat, ezt úgy hívják, hogy szingularitás. Tehát ugye minden ilyen folyamatról azért az ember a lelke mélyén pontosan tudja, hogy a végtelenségig semmiféleképpen nem mehet. Tehát olyan mérték, egy önmagát gyorsító, nincs ilyen, tudnék, a te pontosabban önmegsemmisíti saját láncreakció. Tehát az emberiség dilemmája ma az, hogy egészen bizonyosan nem mehet a végtelenségig, mert minden ilyen folyamat, ami elvileg a végtelenségig menni, a szétveri saját magát. Valahol igen. Alapvetően, tehát közeledünk, és most valójában az a nagy kérdés, és a mesterséges intelligencia itt lép be, hogy az a nagy kérdés, hogy mikor jön el ennek a vége. Egyébként Kurzweil szerint ez már mondjuk 40-50 év, tehát hogy néhány évtizeden belül eljutunk ide, tehát ha továbbra is önmagát gyorsító, már pedig semmi okunk feltételezni, hogy ha 50 éven keresztül önmagát gyorsította, akkor a jövőben ez nem így fog menni. És elérni látszik, tehát hogyha így megy, akkor elérni látszik azt a komplexitást, amivel az emberi agy, és utána már szinte pillanatok alatt, éppen a rendkívüli gyorsasága miatt, amivel az egész emberiség intelligenciája, tehát az eddig felhalmozott összestület. Tehát arra kell felkészülnünk, hogy mondjuk néhány óra vagy néhány nap alatt olyan változások mehetnek végbe, mint mondjuk az elmúlt 20 000 év során ezen a téren az emberiség. Uraim. És átveheti, azt majd mindenképpen érintsük, hogy eljuthat arra a komplexitásra, az öntanulásnak arra a szintjére, hogy hogy felülbírálja az emberi döntést. És ezt még azért szeretném kimondani, egyáltalán nem zárható ki annak a lehetősége, hogy miután a komplex szemlélete sokkal átfogóbb lesz, mint az egész emberiségé, az első döntése, miután rátekint az egész emberiségre, az lesz, hogy magát az emberiséget kell felszámolni, mert a Föld, mint komplex rendszer legnagyobb fenyegetője a Homo sapiens nevű globális csúcsragadozó. Ennek következtében azt kell eliminálni. A helyzet a következő. Egy első pont. Én eddig is az emberiség azon részéhez tartoztam, aki rajongásig szerette a Matrix című filmtrilógiát. Most, hogy így eltársalogtam veletek 20 percet erről a témakörről, még jobban szeretem. Kettő. Amióta hallgatlak titeket, makacsul visszatér gondolataimba a nagy angol romantikus költő William Blake. Ugye Blake mester, aki megírja Tigrist, többek között. Ugye, tigris, éjszakánk erdejében sárga láng, mely kéz szabta rád rettentő szimmetriád. És ugorjuk át a köztes verszakokat, és nézzük meg a költemény legvégét. És mikor elkészült veled, tán mosolygott rád mestered, te voltál, akire várt, aki a bárányt, azt csinált. Ugye ez a kérdés, ez meglehetősen adekvátnak tűnik jelen pillanatban. Másrészt ennek a Blake-nek, kevesebben tudják talán róla, eléggé kiváló képzőművész is volt. Gyönyörű festményei vannak. Van egy egészen döbbenetes kép, az a cím, hogy az önmagát teremtő Isten. Egy ilyen nagyon furcsa, maga az Isten alak még csak nem is furcsa, mert olyan, amilyennek megszoktuk, egy férfi test, egy ágyékkötővel, hosszú őszes hajjal, és egy hatalmas körzővel önmagát keríti körül. Nagyjából így írható le a festmény. Nézzék meg, érdemes, biztos a neten. Prerafaeliták címszó alatt. Így van. Két kattintással el lehet jutni hozzá. Na most mindezt csak azért említettem föl, mert nekem lassan rögeszmémmé válik az, hogy az emberiség eredendő bűne azaz, még csak nem is a tudás almájából való evés, hanem az, hogy aztán ennek folyamányaképpen eljutunk oda, hogy szépen oda tettük magunkat az Isten helyére. És azt is szeretném mindjárt ezen a ponton leszögezni, ebből a szempontból tökéletesen mindegy, hogy valaki hívő vagy ateista. Ugyanis tökéletesen mindegy, hogy azt mondjuk, hogy oda tettük magunkat az Isten helyébe, vagy azt mondjuk, hogy oda tettük magunkat a természet helyébe. A mi szempontunkból most és végső soron ugyanazt jelenti a két mondat. Valahova oda helyezte magát az ember, ahol nincs neki helye. És ennek beláthatatlan következményei lesz. A teremtés, a ter és tér, tehát ugyanarra vezethető vissza. Igen? Hát az előbb ugye arról volt szó. És ugye az a kérdés, hogy egyáltalán lehátrálhatunk-e még erről a pástról, vagy most olyanok leszünk, mint a kenguru. Azért mondom, mert most tudtam meg Ausztráliában, érdekes, tudnivaló, hogy azért van a kenguru az ausztrál címerben, meg az emu, és nem mondjuk a koala meg a kacsacsőrű emlős, ugyanis a kenguru és az emu az a két faj, amelyikből genetikailag hiányzik a menekülés. Nem tudnak hátralépni, ezt nem ismerik. Bármi történik, mennek el. Támadás. Igen, tehát ők a bátorság szinonimái, önsorsrontó és öngyilkos módon is bátrak. Szépen bele is tették az ausztrálok a címerükbe. Most ez a kérdés, kenguruként végigmegyünk a magunk szabta úton, mert genetikailag hiányzik belőlünk az önkorrekció képesség, és az út végén egészen biztosan bele is döglünk, vagy le tudunk hátrálni a pástról. Bocsánat, nem vakasz, csak vakmerő. A végleges válasz valószínűleg nem adható meg, mert azt már látjuk, hogy mik azok az erők, amik ezzel szembe mennek és hátrálásra kényszerítenének. Hát azért ugye miközben titkos laborokba megy ez az eszeveszett nagy előrehaladás, építik a nanogépeket, orba, szájba, fejlesztik a legmodernebb fegyvereket, építik föl a legpotensebb számítógépeket, hozzák létre a különféle gyógyászatban eddig nem alkalmazott, de hatékony módszereket. Ez egyre inkább kisebb területen hoz hasznot, viszont egyre több kárt okoz. Pontosan nekünk, az emberiségnek. Na most, hát ennek azért már érezzük ilyen-olyan-amolyan hatását, mert azért ez nem függetleníthető, mondtam, hogy én idült pénzügyes vagyok, attól, hogy emögött a pénzfolyamatok hogyan mozognak. Ugye? A pénzfolyamatok úgy mozogtak, és erre a Piketty jó azért lettő hülye gyerek most, mert azt is bebizonyította, hogy közben a vagyonok meg a jövedelmek ugye rendkívüli, pontosan ennek a folyamatnak a kísérő jelenségeként nagyon koncentrálódtak, egyre inkább a 10 vagy az 1%-ra ment föl a zsuzsónak az öme. Ma a világban, akinek 1 millió dollárnyi vagy annál több vagyona van, Laci, te is tudod, körülbelül 30 millió ember a 7,5 milliárdból. Ennél is fontosabb, ami ide kapsz, szabad ne felejtsd, hogy a profit egyre nagyobb része szellemi. Erről beszélsz. Úgy, szellemi tulajdonból adódik. Úgy, ahogy tetszik mondani. A következő 1000 évben Steve Jobs örököseinek semmit nem kell csinálni azon kívül, hogy szépen hátradőlnek és nyomják a gombot, és azon keresztül 1000 milliárd dollár fog kidőlni, mert vagy a nagyon vagy valaki. Így van, köszönöm a kiegészítést, mert tulajdonképpen 100%-ig ezt gondoltam. Egyre inkább szippantja föl az emberiség eltartására szükséges jövedelmeket. Ez a szuper agytröszt, nevezzük úgy, itt-ott-amott el vannak helyezve. És az iPhone-ban 1,8% maga a gép, ami ott van a kezetekben. A maradék 98,2 az meg a szellemi. Na most tehát akkor gyakorlatilag egy kis rész, az emberiség kis részének, emiatt nemhogy gazdagságot teremtesz, már nem is értelmezhető, a másik részét viszont nem csak fizikai nyomorba töntöd, hogy már végül enni nincs még, hanem a környezetét elbarmolod, a nem tudom én mit. Tehát itt van az a két erő, ez az előrehaladási erő, ugye kétségbe vonjuk, hogy minden esetben ez oké lenne, nem vagyunk bunkók, hogy semmi fejlődés. Másrészt viszont itt van a másik folyamat, amivel nap mint nap találkozunk, persze nem mindig akarunk tudomást venni róla. Nem akarunk tudomást venni arról, hogy például ugye az áruforgalmazás melléktermékeként a csomagolás technika olyan anyagokat állít elő, amelyeknek a természetben való visszajuttatása hova tovább tönkreteszi a tengereket. Népek éltek meg abból, hogy halászgattak itt-ott-ott. Ugye nem is nagyon danoláztak, haláztak, hazavitték alatt, megették, valami még volt hozzá, el vannak. Most majd, ha ezek a mikroszemcsék belekerülnek a halakba, akkor megnézhetik magukat. De mondhatnék mást is, ugye Japánban még mindig csorog be az atomerőműveknek a szennyvize, sugárzással szennyezett vize hasonló hatással, vagy hát végül is a klímaváltozás és egyebek. Tehát itt van az a nyakunkon, gyerekek, nem kell nagyon gondolkodni. Kérdés, hogy az agytröztök felismerik-e ezt, és adott esetben számukra irracionálisnak tűnő döntést hozva, egy kicsit a folyamatot visszavezérlik-e, mert más nem tudja megtenni. Egyáltalán, bocsánat, tegyük fel azt a döntő kérdést, hogy az emberiség mint olyan, mert hogy a dolog természetéből adódóan globális, hisz értelemszerűen pillanatok alatt mindenkit érint ezen a világban. Igen, de létezik-e ennek az szervezeti intézményrendszere? Tehát az emberiség mint kollektívum, az létezik-e egyáltalán, értelmezhető-e? Tehát az emberiség elindított valamit, ezt nevezzük technoevolúciónak, azt hiszem először Stanislav Lem egyébként a híres tudós, aki mellesleg science fiction-öket is írta, azért ő alapvetően egy zseniális tudós volt, lengyel tudós. Tehát ez a technoevolúció, tehát elindított egy önmagát gyorsító, a jelek szerint önmagát gyorsító, és akár az ember fölé emelkedő intelligenciát létrehozni képes folyamatot, de vajon tudja ellenőrizni? A kérdés költői, mert teljesen természetesnek látszik az, hogy nem tudja ellenőrizni. Tehát ma nincs egy olyan kollektívum, nincs egy olyan, és itt az ember vigyáz is, mert ugye a világállam, amiről ugye sokan beszélnek, amire egyébként ebben a helyzetben természet adta módon volna szükség, hiszen ha az emberiség nem úgy, ahogy gondolják, nem egészen úgy, ahogyan azok gondolják, és abban az esetben is, igen, de akkor azt a kérdést is tegyük fel, hogy miért üti ki a biztosítékot ez az egész kérdéskör. Azért, mert egy világállam esetében, tegyük hozzá, nemzetállami szinteken, hát, hogy is fogalmazzak finoman, sem egészen bizonyos, hogy a nyugatias demokrácia széles néptömegek valóban demokratikus részvételét lehetővé teszi, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Majd erre mondok egy közbevetett. Globálisan pedig közröhely azt a kérdést egyáltalán felvetni is, hogy hogyan teljesen nincstelen, iszonyatos nyomorúságban élő afrikaiak 100 milliói, lassan most már milliárdjai, a legcsekélyebb mértékben is nemhogy beleszólnának az emberiséget és őket is természetesen érintő kérdésekbe, hanem hogy valaha is eljuthatnak-e oda, hogy egyáltalán értelmezzék, hogy mi az a valami, amiben egyébként soha nem fognak beleszólni. Tehát a gond megint az, hogy lehet Istent játszani, ez történik természetesen, az egész nyugatias modernizáció tulajdonképpen erről szól, végül is Isten leváltása. Tehát ugye előtte a nyugat az elmúlt 1300 éves fennállása óta az első 6-700 évben még transzcendens célokat követ, az Isten szerinti élet, a szakrális tradicionalitás az, ami vezérli ezt az egészet, és utána egyszer csak átvált, és a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg szakadatlan és végtelen növelése lesz az alapvető célja, amit a csinos stewardess kisasszonyok, ugye a for your personal safety and comfort, az ön kényelme és biztonsága. Minden a kényelmünk és biztonságunkért van, csak éppen most jó úton haladunk az önmagunk felszámolása felé, csak azért, mert rettenetesen szeretjük a kényelmet és biztonságot. Tegyük mindjárt, mert ezzel kezdted, ugye, hogy valójában a biológiai meghatározottságunktól való elszakadásról szól ez az egész folyamat. Minden eszköz, legyünk őszinték, arra szolgál, hogy nem tudunk elég gyorsan futni, nem vagyunk elég erősek, nem elég jók az érzékszerveink, nosza rajta, csináljunk olyan eszközöket, amivel valahogy kompenzálni tudjuk, sőt, aztán utána, ha már nagyon evés közben jön meg az étvágy, utána meg túlkompenzáljuk már, azt is kiírtjuk ennek segítségével, amit egyébként nem feltétlenül. Miközben a valóságos képességeinket meg valóban amortizálgatjuk, hát különösen a fizikai képességet. Hát azért nézd meg például. Korcsosul. Hát hogy az atya életben-e? Hát csak egyet nézzünk, eközben a nagy eszközhasználat, meg kompjúter, meg akármi, csak két dolgot mondok, hogy például 3-4-szer akkora a házaspárak között az, hogy nem jön össze a gyerek, mint ez a 40 évvel volt. 40 évvel, ha mit tudom én, egy normális házaspár összekerül, és 4-5 hónapon belül az asszonyka nem esett terbe, akkor beütött a pánik. Most nincs semmi pánik, egyik kémcsöves pacákhoz szaladgálsz a másikhoz, az végül valamit összedarálnak. Vagy mondanék a férfi termelékenyítő képesség. Romokba van. Ugye? Tehát egyrészt óriási eszközeink vannak. Értendő ez alatt a nyugati ember. Tehát ez mindig tegyük hozzá. Nem a fekete afrikai probléma, meg nem az arabnál. De mi lehet ennek az oka? Hogy a technoevolúciós folyamat olyan mértékben még nem gyűrte az ösztömeget maga alá, mert azért az ösztömeg nyugaton alapvetően ennek a, hogy mondjam, a lecsorgatott változataiban már bennél, mert amikor arról beszélünk, hogy önvezető autó lesz, és ön mi a fenét csinál? Eddig vezetted az autót, most még nem fogod vezetni. Az a helyzet, igen, hogy egyrészt, csak amit az előbb a Laci mondott, hogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, Mel Gibson zseniális filmjét, az Apokaliptót, ugye, az film elején. Készül egy új filmje. Igen, a Spasiót is folytatja. Ugye az Apokaliptó elején van az a meghatározó pillanat, amikor a törzs, ugye ott este összegyűlnek a tűzkről, és egy öreg ember, akinek nincs karja, mesélő, a varázsló, a sámán. Na, azt a mesét ajánlom mindenki figyelmébe, ami arról szól, hogy az ember, aki megjelenik a Földön, és nem jól hall, és nem jól lát, és mit kér, és mikor megkapja, akkor azt mire használja. Egészen fantasztikus. Ja, a Prometeusz legenda is valójában ezt írja le, hogy már pont. Nem maradnak képességek, mert minden állatnak kiosztotta mindent, és megsajnálja a Prometeusz, és odaadja a tüzet neki, amit lényegében az eszközhasználat. Igen, és akkor ugye folytatva szimbólum. Ezt az egész gondolatmenetet, hogy a nyugati civilizáció embere hogyan korcsosítja el önmagát. Hogy ez a folyamat, ez valóban hátborzongat. Őrületes sebessége halad. Óriási is ez termékenységünk, egyet a fizikai adottságaink, hogy hogyan leszünk kriplik, elhízottak. Miközben párhuzamosan a mozgásképtelenek. Hát, de miközben így elkorcsosodva azonban tovább élünk. Nincs. És igen. Nem egy röhög. Ezt akartam mondani. Ja. Döbbenetes, hogy elkorcsosodva, ugyanakkor kitoljuk a saját... Jönnek az eszközök. Saját létezésünk időbeni határait minél kitoljuk. Ez már a mazochizmus része. Hosszú évek óta először vagyok úgymond boldog egy reklám láttán. Na. Mert ugye az egy külön adást lehetne szentelni neki, ha nem lennének ennek anyagi vonzatai. Hogy csak a reklámokat. Persze. Ugye, ez a civilizáció a reklámokon keresztül. Kristálytisztán látszik, hogy az az igazi valóság. Debil, kretén, idióta társadalomban élünk, és ez el van nekünk mondva minden nap többször, hogy ez a jó. Hogy azok egyre inkább idiotizált társadalomban. Hosszú-hosszú évek óta az első valamire való reklám, amit látok, és örülök neki, hogy mostanában itten a magyar tévébe elkezdték reklámozni azt, hogy ne zabálj mindenre antibiotikumot. Tehát egy kicsit folyik az orrod, akkor ne kapkodj be rögtön antibiotikumot, mert semmire se jó, viszont bele fogsz dögleni. Eljutottunk ide. Valami, nem tudom, a gyógyszergyáraknál valami történik. Valami fordulat készül. Na, de szóval visszatérve, igen, ugye van az, mindig elfejtem, egy zseniális angol tanulmány, csak a szerzőnek mindig elmegy a fejemből a neve, ami azzal kezdődik, hogy a 18. század elején Londonban A pontból B pontba eljutni egy konflissal, az beletelt 1 órába. Ma Londonban ugyanabból az A pontból, ugyanabban a B pontba egy Rolls-Royce-al, vagy egy Ferrari tesztarózával 8 órába telik, mert ülsz az autódba, a dugóban, a benzin pöfög hátul, te szívod be, szépen döglesz, növeszted a rákot, és egy rohadt métert nem mentél előre. És végül is ez is egy civilizációs fejlődés. Ugye? Ugye? Milyen kényelmes és gyors helyváltoztatás eszköz az autó, mint. Na most ugye azt a kérdést még azért boncolgatnunk kéne akkor, meg, hogy mondjam, téteket erre tenni, hogy vajon lesz-e olyan pont, amikor az emberi intelligencia, ami kollektíven is van meg, darabonként is, vagy valaki nagy ember, megmondja a frankót, hogy na figyeljetek, most ez a mesterséges intelligencia, körülbelül még 2 generációs fejlődés, azt mindenki elmegy a bánatba, mert ahogy a régi viccben van, az erdész az oroszokat is, meg a németeket is elküldi a bánatba, ne balhézzanak az ő erdeibe, az 1 darab sóspuskájával. Na ezt a rejtét kéne még szerintem úgy nagyjából megfejteni. A mi műsorunk is, ami most már ebben az évben 7 éves lesz, a dolgok mélyén valójában arról szól, hogy az emberiség ma képtelen önmagával szóba állni. Tehát tulajdonképpen a narratíva, talán ez igen, a vagy diskurzus és narratíva, tehát elbeszélési mód. Egyáltalán a beszélgetés az, amiről a mi beszélgetős műsorunk is szól, az, hogy a legkülönbözőbb emberi közösségek egyre komplexebbé, egyre bonyolultabbá, egyre differenciáltabbá, egyre gigantikusabb feladatokra egyébként tényleg alkalmassá válni látszanak, de vajon lelki, erkölcsi, szellemi értelemben véve is egyre alkalmasabb vak-e az emberi közössége, és pláne maga az emberiség arra, hogy lássa önmagát, és képes legyen szelítséggel, türelemmel, alázattal, hogy csak három nyilván nevetséges fogalmat említsek ezzel kapcsolatban, együttérzéssel, odafordulással, szolidaritással, együttműködési készséggel, és akkor már is nevetségesé válik, hogyha az ember kimondja ezeket a szavakat, holott mindnyájan érezzük, hogy pontosan erről szól alapvetően ez a történet. Tehát, hogy lelki erkölcsi értelembe véve mit tudna magával kezdeni az emberiség annak érdekében, hogy ezt az egészet a saját szelíd ellenőrzése alá. Igen, csak az a gond, hogy erre azért hajlamos az ember meglehetősen kevésbé derülátó választ adni, mert az elmúlt 600 év, a nyugatias modernitás viszont akár kimondjuk ezt, akár nem, ennek az ellenkezőjére épül, hiszen a profit, a piac, mi is, a gyanakvás és a harc. Tehát az állandó szembefordulás, a konfliktus és a gyanú azzal kapcsolatban, hogy a riválisom Laci, valójában az én megsemmisítésem. Ennél rosszabb a helyzet, hogy a rivális meg kell semmisíteni. Na most ezért van az, hogy az összes hajam kihullik, mikor meghallom azt, és más se hallunk. És ez oldalfüggetlen, a jelszó a verseny. Igen, de aki ezt kitalálta, hogy az rohadna. Az meg. Nagyon utálja. Verseny. Hozzáadtam utálja. Persze, persze. Ebbe fogunk beledöbleni. Utálja, az csak azt szereti a te verseny. Ugye volt egy csodálatos kísérlet ezzel kapcsolatban, még azért nem leépült törzsi körülmények között élő afrikai gyerekekkel, hogy számukra rendkívül értékes dolgokat helyeztek egy fa alá, és akkor tőle 10 méterre azt mondták a gyerekeknek, hogy na most pedig fussatok, és azért lesz az egész azoknak a csodáknak, aki előbb ér ide. És mi történt? A gyerekek kedvesen megfogták egymás kezét, és együtt értek oda a fához. Az jó átverték. Valószínűleg egy európai óvodában úgy ez a kísérlet más végeredménye zár. Térjünk vissza arra a kérdésre, amit azt mondtuk, hogy verseny van, igen, verseny, és ez még ráadásul pozitív konnotáció, hogy miről is szól az a verseny, ami valójában folyik. Nem a fair, hanem ami folyik. Arról szól, hogy a másikat minden áron tapossam le. És akkor belemegyünk abba, hogy ez politika. És akkor belemegyünk abba, hogy hát ennek a részleteit azért nem kell az orrotokra kötni. De akkor meg nem kell az orrokat. Tehát ezért nincs és nem is létezhet őszinte narratíva, illetve aki őszinte narratívába bebocsátkozik, hát az kemény. Akkor ez a biztos halál, tehát értitek. Tehát a spanyol nátha, ugye pont 100 évvel ezelőtt dühöngött a spanyol nátha, azért hívják spanyol náthának, mert Spanyolország semleges ország volt, és Botor naív módon azonnal nyilvánosságra hozta a megbetegedési és halálozási mutatóit. Bezzeg a hadviselő országok értelemszerűen, hát majd hülye leszek, hogy kifecsegjem, hogy a hadseregen fele már belepusztult. Eleve. Nálunk, mondták a németek, franciák, nálunk egy száz, nincs se megbetegedés, se halálozás. Tehát akkor hol az akadály? Az akadály ott van, hogy vannak a problémák, hogy a fejlődés, verseny, csak jönnek, sorjáznak a problémák, azok, amelyek majd ezt a mesterséges intelligenciával szembeszaladnak, de nem nagyon szabad őket megszólítani, mert beleesél abba a bűnbe, hogy őszintén beszélsz a dologról, tárgyról beszélsz, nem mellé, és nem csak a politikai kérdésekről, de a technikai ügyekről is. Zsolt az élő példa arra, hogy ha megpróbálsz ebben a világban halálmegvető bátorsággal a fejeddel játszva esetleg néven nevezni néhány fontosabbnak látszó összefüggés, akkor mi lesz a sorsod? Tehát ilyen értelemben még mikroszinteken is, ez elég mikroszint, 3 asi beszélget itt, és nagyobb dimenziókban meg pláne azzal találkozol, hogy azonnal kivégzik azt, aki nevén nevezné a dolgokat. Hát még a múlt nem lehet a dolgokat is ez a helyzet nevezni, akkor ebből a csapdából, hogy az egész emberiségnek kellene a legőszintén összefogni. A múlt ügyeiben is ez a helyzet, pedig a múlt ott áll neked, mint tanulság tömkeleg. Azokat kimazsolázni, azért abból sokat lehetne módszertanilag legalább idomulni. Ugye mindjárt vége a műsoridőnek. Az a tragédia, és ez megint csak a narratíva összeomlása, hogyha egyáltalán fölvetett, hogy a mesterséges intelligencia mit hoz, meg hogy esetleg ez a ez a technikai fejlődés szédítő perspektívái, amit évtizedek óta úgymond élvezünk, hogy ez lehet, hogy nem fenékig tejfel, hanem ebből akár a halálunk is következhet, akkor meg fognak érkezni azok, ilyenkor rögtön jön a csapat, és azt mondja, hogy ja, mert te visszavágysz a kőkorszakba, te doronggal akarsz. Pontosan. Mint hogyha nem, tehát mint hogyha kőkorszak, meg a mai kor között nem lenne semmilyen átmenet. Csak akkor mesélje el ez az illető, hogy ebből a csapdából, tehát még egyszer, hogy rögzítsük, természetesen abszolút nem oda vágyunk vissza, mi is azt szeretnénk, hogyha ezek a technológiák a legcsodálatosabb módon azt a simogató, kedves harmóniát, hát persze azt növelnék, de ebből a csapdából, hogy a profitra, a versenyre, a másikkal szembeni gyanakvásra, bizalmatlanságra, sőt adott esetben felszámolására épülő stratégiával, hogy lesz globális együtt. Szükség is lenne, csak erre nem megy a dolog. Mondok egy példát. Ugye növekszik a széndioxid koncentráció a levegőbe, és ez mindenféle bajt okoz. Hát nem hiszem, ha ráfeküdtek volna, hogy nem lenne olyan technológia, amely a széndioxidot szépen szedegeti ki a levegőből, és valami vasszizdasz gyárt belőle. Csak valószínűleg nincsenek értelme, sok pénz kéne menni, ennyit nem akarnak beletölni, stb. Ugye? Vagy gyereke, nincs, vagy az volt. Vagy az elmúlt. Ez a lényeg, és másrészt pedig... szépet és biztatók mondjál. Másrészt pedig, itt többször is elhangzott ebben a 3-4 órában, hogy az agytröszt vajon kitalál-e majd valamit. Hát ennél van egy agytröszt megijed a mesterséges. Van egy szomorú hírem ennél, az agytröszt bármit kitalálhat, hogyha a szeretve tisztelt homo sapiens nem fog eljutni az egyet fejlődése során abban a tudati állapotban, hogy ez így nem mehet tovább, akkor tök mindegy, hogy mit talál ki az agytröszt. Ez a szomorú hírem van. Nem fogjuk tudni megúszni az egyéni felelősségvállalást. Ebben sem. Köszönöm szépen a részvételt. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Túl messzire ne menjenek, mert a híradó következik miutánunk. Velünk pedig a jövő héten a szokott időben találkoznak. Viszontlátásra!